Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója január 2-án csütörtökön. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Petőfi ünnep. Az 1823. január 1-én született költőre emlékeztek tegnap az ő alakját is megformázó emlékműnél. Az esemény résztvevői a lengyel nagykövet üzenetét is megismerhették. Szilveszter. Vendéglátóhelyeken, könyvtári batyusbálban és a főtéren is sokan búcsúztatták az új évet. Edzőcipő az év utolsó napján. A futóklub tagjai csótókörökkel köszöntek el 2019-től. Most pedig jöjjenek a részletek és további híreink. Petőfi Sándor születésének 197. évfordulójára emlékeztek tegnap. Az eseményen nem csak gyertyagyújtással tisztelegtek a költő előtt, hanem a résztvevők Jerzsis Nopek lengyel nagykövet irodalomtörténész gondolatait is meghallgathatták. 18. alkalommal szervezte meg a Nagykanizsai Polgári Egyesület a Petőfi ünnepet, melynek keretében a 197 éve született költőre emlékeztek. Az idei esemény különlegességét Jerzsis Nopek, a lengyel köztársaság budapesti nagykövetének, a Petőfi versek fordítójának külön erre az alkalomra írt gondolatai adták, üzenetét Csébi Géza tiszteletbeli konzul olvasta fel. Petőfi nagyszerűsége a legjobb verseinek többségében mindenek előtt a rendkívül természetességére, nem mindennapi egyszerűségére vezethető vissza. Minden strófája, minden versmondata, minden csattanója teli találat, metaforái, hasonlatai, képei természetesek, de eredetiek is egyben. Az új év első napján Balogh László polgármester, BEM tábornok és segédtisztje Petőfi Sándor példáján keresztül nem csak a Nemzedékek Közti Szövetségről beszélt, hanem erőt és hitet kívánt adni a költő és más írók idézett vers részletein keresztül. Zseniális költő volt Petőfi Sándor, de az életpályája az még különlegesebb a világirodalomban is, meg a magyar emberek számára. Nem véletlen, hogy Jerzsis Nopek úr, a lengyel nagykövet úr is idézett irodalomtörténészt, és az öt legnagyobb vátesz költő közé tartja a világirodalom Petőfi Sándort, őt, aki nagyon a miénk. Az ünnepség végén a résztvevők főhajtással és gyertyagyújtással tisztelegtek a 48-as gyalogezred Petőfi Sándor alakját is megformázó emlékművénél. Jókedvűen bulizással búcsúztak 2019-től és köszöntötték 2020-at a kanizsaiak. A szórakozó helyek és az éttermek zenés programokkal és ünnepi menüvel készültek, az Erzsébet téren pedig retro bulival és tűzijátékkal várták a szilveszterezőket. Városszerte ropogtak a tűzijátékok 6 órától. Ezek a fiatalok a szilveszterre vásárolt szerzeményeik közül próbáltak ki párat. A látvánnyal elégedettek voltak. Eddig nagyon tetszett, és még van nálunk pár darab, azokat még előjük, és várjuk az izgalmas pillanatokat. Na kérem szépen, mit szólnátok egy hazai slágerhez, ami már a jövő évről szól? A szórakozó helyek és az éttermek Kanizsán is megteltek, de éjszaka az Erzsébet téren is várt a program a szilveszterezőket. A retro partin többen is táncra perdültek. A hideg idő ellenére jó páran bevállalták, hogy szabad téren másokkal együtt bulizva köszöntsék az új évet. A kislányommal vagyok, és az egyik legjobb barátnőmmel, és azért jöttünk ide, mert úgy gondoltuk, hogy szeretnénk együtt bulizni most idegen emberekkel, és végre úgy gondoltuk, hogy tök jó lenne, hogyha Kanizsán lenne egy igazi nagy buli, és hogy úgy kezdenénk az új esztendőt, hogy kint az utcán. Ilyen még nem volt. 2019-ben, ahogy minden évben, jó és rossz dolgok egyaránt történtek, de összességében elégedetten zárják az új évet, mondták az általunk megkérdezett kanizsaiak. Ez az év most jó volt, sikeres. És mit vártok 2020-tól? Ugyanezt. 2020-at sokan indítják valamilyen elhatározással vagy nagy tervvel, mások viszont kevésbé hisznek a január 1-i fogadalmakban, és nem is kívánnak maguknak semmit az új évre. Erre nem gondoltam, erre kikészül kívánni.
szeretnék megnősülni. Ja, szeretnék megnősülni? Ja, nem? Akkor az lesz, akkor szeretnék megnősülni. Hosszú az év, hosszú. Az éjfélhez közeledve egyre többen érkeztek, valamilyen mókás kiegészítővel, parókával, trombitával az Erzsébet térre, hogy megnézzék a tűzijátékot, amely után hajnalig folytatódott a bulizás. Batyusbált tartottak szilveszter éjszakáján a Halis István városi könyvtárban. Az évek óta egyre népszerűbb családi rendezvényen a zenés programok mellett a gólyalábasok és a bibliotékában tevékenykedő csoportok bemutatói várták az érdeklődőket. A középkori buli hangulatról pedig a Hollóének Hungarika együttes gondoskodott. Nagy sikert arattak a gólyalábasok által bemutatott trükkök azok körében, akik úgy döntöttek, hogy idén is a könyvtárban búcsúztatják az új évet. A programnak visszatérő vendégei is vannak, Gerlinger Sándor és családja már másodszor szilveszterezett a bibliotékában. Hogy a könyvtárban ilyen rendezvény van, az 2 éve tudtam meg, a szomszédom hívott el, aki a Czupi Gyuláéknak jó barátja. Először akkor 2 éve voltunk itt családdal, nagyobb társággal. Aztán idén is úgy gondoltuk, hogy mivel más program lesz, mint 2 éve, újra eljövünk és megpróbáljuk, de most kevesebben vagyunk, most inkább ilyen kis csoporttal jöttünk. A szilveszteri bál egyik fő támogatója Tóth Tamás, akinek a közreműködésével minden évben egy-egy zenekar szórakoztatja a közönséget. 4 év alatt a kis összejövetel igazi kavalkáddá nőtte ki magát. Minden év végén könyvelek. Úgy szoktam csinálni egyébként, hogy mikor befejeződik a rendezvény, akkor hazamegyek és megírom a tapasztalatokat. És első évben olyan 30 résztvevő volt, most 160 bejelentkező van ebben az évben. A rendezvény nem csak a könyvtár munkatársai és rendszeres látogatói körében népszerű, a családok is szeretik a színvonalas programok miatt. Nekünk ez boldogság, mert arra gondolunk, hogy a könyvtár az minden tekintetben közel áll hozzánk, tehát nem csak akkor, amikor a megújuláshoz ott olvas az ember, vagy új ismereteket szerez, hanem akkor is, amikor szórakozik, akkor is, amikor valami olyasmi van, ami ritka az ember életében, és örömmel veszük, hogy mi ebben részt vehetünk most már évek óta. A könyvtári szilvesztert batyusbálként rendezik meg, ennek amúgy a térségben régen is nagy hagyománya volt. A kimondottan erre az alkalomra sütött, főzött finomságok mellett a jó hangulatról zenés programok gondoskodtak. Szilveszter előestéjén is megtelt az Erzsébet tér. A hideg ellenére sokan kilátogattak a decemberi forgatag egyik záró eseményére, a Zero zenekar bulijára. Ma már szinte hagyomány, hogy az óév búcsúztatására sokan összegyűlnek a kanizsaiak és a környékbeliek a város főterén. Az ünnepi programsorozat egyik utolsó állomása volt az előszilveszteri koncert az Erzsébet téren. A fiataloknak és a családoknak mindegy az advent utólezárásaként, a nagy rendezvénysorozat lezárásaként a Zero zenekarral ünneplünk közösen. Kicsit készülve a hidegre, készülve a szilveszterre és az új évre, talán a munka és a pihenés a nagy húsos káposzták után egy kis találkozási lehetőség. A Zero zenekar nagy rajongótábort tudhat magáinak Nagykanizsán és környékén. Az előszilveszter egyfajta közönség találkozó is volt. És úgy fogom fel, hogy ez egy közönség találkozó is, illetve egy előszilveszteri buli. Hát a lényeg, amért itt vagyunk, hogy nagyon-nagyon-nagyon boldog új évet kívánunk a 2020-as esztendőre a város lakosságának és minden rajongóknak, aki itt van. Az új év búcsúztatása kedden, szilveszter napján folytatódott az Erzsébet téren. Felhőtlen szórakozással búcsúztatták az új évet a vasutas és a MOL nyugdíjasok. A Voke Kodály Zoltán Művelődési Házban működő klubok a napokban tartották évzáró rendezvényeiket. Terített asztalok és jó hangulat várta a vasutas nyugdíjas klub tagjait az év búcsúztatón. A klubtagok összetartását jól jelzi, hogy idén minden közösségi rendezvényen minimum mintegy 50%-an vettek részt. 44-en jöttek el erre a rendezvényre, ez év búcsúztató, ez minden éven ez egy hagyomány nálunk, és köszöntjük így az új évet, megemlékezünk a volt tagjainkról is, és hát egy családias összejövetel van mindig. Hát nagyon szép karácsony ünnepségünk is volt, ez fel is lett téve, hogy több mint közel 60-an voltunk a karácsony ünnepségen. Hát,
A Molnyok Diásklub tagjai sem hagyták otthon táncipőiket. A klub hagyományosan az előszilveszteri bulival zárta az évet, mely nem csak az önfeled szórakoztatást szolgálja. Tudnélik, az idősügyi szervezeteknek két nagyon fontos feladata van. Egyik a hagyományőrzés, hagyományok megtartása, a másik pedig hát az életminőség. Az életminőség, hát ami nem mindig pénz jelent, hanem az nagyon fontos, hogy legyenek közösségi programok, és legyenek egy ilyen, meg ehhez hasonló együttlétek is. A MOL Nyugdíjas Klub elnöke a Híradónak elmondta, sikeres évet zártak, hiszen minden tervezett programjukat meg tudták valósítani, ráadásul a tagok száma is növekedett. Az óév búcsúztató rendezvény egészen estig tartott. Vízhiány lesz holnap reggeltől délutánig Kiskanizsán és a Vár utcában. A Dél-Zalai Víz és Csatornamű ZRT szakemberei 8 óra és 15 óra 30 között rekonstrukciós munkákat végeznek az ivóvízvezeték hálózaton. A szolgáltató az érintettek megértését kéri. Most nézzük, miről lesz még szó a Híradóban. Artwall. Könyvbemutató is volt az egyik kávézó galériájában látható poszter kiállítás megnyitóján. Kanizsai siker. A férfiak és a nők versenyét is helyi sportoló nyerte az év utolsó teniszfordulójában. Artwall címmel könyv és poszter kiállítás nyílt a Robinson Café galériájában. A falakat mostantól kortárs művészek nemzetközi közösségének alkotásai díszítik, de egy reprezentatív kiadványt is bemutattak az érdeklődőknek. Ladányi László kezdeményezésére néhány éve szerveződött egy internetes közösség, a kiadvány 63 tag alkotásait és rövid életrajzát tartalmazza, az alkotók számos országot és különböző stílust képviselnek. Egy dolog közös bennük, mindannyian az Artwall közösség tagjai. Az maga a fal. Tehát az a fal, ami elválasztott világokat, a fal szimbolikusan, tudjuk a berlini fal, tudjuk az a fal, ami kultúrákat választ el, és az a fal, amin megjelennek a graffitik, tehát azok a figyelmeztető vagy éppen művészet irányába hajló jelzések, amik jönnek az ifjú generációtól. És én akkor erre azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha mi is, tehát akik már éltünk többet az elmúlt rendszerben is, hogy ugyanoda tennénk ki az alkotásainkat. És így születtek meg a posztereink, ezek az úgynevezett pseudo-graffitik. Tehát, hogy mi nem a falra dolgoztunk, hanem papírra, ami eltávolítható. Kanizsai siker született az évzáró teniszfordulón. Szombaton a negyedik pontszerző nyílt amatőr páros versenyt tartották a Kanizsa Teniszcentrumban. A 25 induló ezúttal 8 különböző településről érkezett. A pontversenyben a győzelmet a nagykanizsai Péntek István szerezte meg, a legjobb női teniszező pedig szintén a Kanizsa TC játékosa Mádé Beáta lett. A Dél-Zalai klub vezetői elégedettek a 2019-es évvel, ugyanakkor fő céljuk az új évben, hogy több helyi fiatal ismerkedjen meg náluk a tenisszel. Ez egy összesorsásos kieséses teniszverseny, ami azt jelenti, hogy ha valaki háromszor kikap kiesik, 25 induló van, különböző helyekről, Kaposvártól, Elkebezol, Elgerszeg, Hévíz, Nagykanizsa, tehát elég sok helyről jöttek. És annak örülök, hogy ez az év már úgy sikerült, hogy olyan versenyzőket sikerült ide hozni, akik válogatottak voltak, illetve magyar bajnokok voltak párosban. Például a Fekete Rudi kétszer volt magyar bajnok párosban, és itt is megnyerte kétszer a versenyünket. Meg különböző korosztályos fiatalokat ide tudtunk csábítani. Egyetlen bánatunkban, hogy kevés nagykanizsai jön a versenyekre, nagykanizsai fiatal. Az év utolsó reggelén is edzőcipőt húztak a Kanizsai Futóklub tagjai. A kilométervadászok ezúttal a Csónakázótó melletti zöld táborban találkoztak, és onnan indultak a csótókörre. Volt, aki többször is lefutotta a csak nem 5 kilométeres távot. A karácsonyi lakomázás után sem csökkent a futókedv a klub berkein belül. A legtöbben odafigyeltek az ünnepek alatt bevitt kalóriamennyiségre, és fogadalmat is tettek 2020-ra. Elég nagy fába vágom a felszímet, egy Spartan Beast-et szeretnék megcsinálni, meg majd egy Vadlán Ultra nevezetű
terefutó versenyt is szeretnénk megcsinálni a csapatban. Az óév búcsúztató futás ezúttal is tömegeket mozgatott meg. A résztvevők a mintegy 5 kilométeres csótókört tették meg, volt, aki többször is. 2019-ben számtalanszor sportolhattak együtt a futás szerelmesei, a programokat az önkormányzat és helyi vállalkozások is támogatták. Nagyon különbözőek vagyunk, van, aki szeret rövidet futni, de gyorsan, van, aki hosszabbat, de lassabban, van, aki szeret reggel, van, aki szeret este, tehát a programjaink is ilyenek, voltak nyári futások nagy melegben, vannak ezek a téli futások, amikor ugye hűvös van, csináltunk éjszaka futást, hullócsillagkergető futást, csináltunk rénszarvas futást most karácsonykor, csináltunk visszajövőbe futást, amikor az óraátállítást használtuk ki. Tehát igyekszünk minden egyes ünnepet, minden egyes alkalmat kihasználni, hogy fussunk egy kicsit együtt. A 119 tagot számláló futóklub az egyik legaktívabb közösség a kanizsai sportéletben. 2020-ra az ideihez hasonlóan mozgalmas évet ígér. Ugyanezt a vonalat szeretnénk folytatni, tehát nem igazán a versenyek, bár az is lesz, hanem inkább a közösség építése, a közösség, hogy egyre több embert tudjunk megmozgatni. Ahogy elkészült a csóton ez az új út, itt most pluszba látjuk még, hogy ezért is jönnek. Nagyon nehéz volt úgy, hogy olyan terepen kellett futni, ahol egymás mellett nem fért el több futó, nem tudtak beszélni. És ahogy egyre többen vagyunk a klubban, egyre több ismerőst is bevonzanak a többiek. A klub sikeréhez az is hozzájárul, hogy a futás egyre népszerűbb, ennek pedig az a titka, hogy bárki bármikor elkezdheti, rendszeresség esetén pedig jól mérhető és látványos a fejlődés. Buli meccsekkel és közös kocintással zárták az évet a kanizsai kosaraslányok. A több éves hagyománynak megfelelően a vadmacskák játékosai a szülőkből és az edzőkből álló vegyes csapattal játszottak az év utolsó edzésén. Bárcsak a presztízs volt a tét, de így is kitettek magukért a szülők a vasárnapi évzárón, a cserháti csarnokban. A rendhagyó mérkőzések jó hangulatban teltek, ami azért is érthető, hiszen az utóbbi évek legjobb félszezonját zárta a vadmacskák. A végén már vegyesen is játszunk egyet, és ezzel búcsúztatjuk ugye ezt a sikeres évet. Ami hozzátartozik ilyenkor az edzőkollégáknak is, a szülőknek is, mindenkinek megköszönjük az éves munkáját, segítségét abban, hiszen ez a klub, egy kis klub, anélkül nem tudna működni, hogy ez mindenki nem adná nevét, ne lenne ilyen összefogás, és hát remélem, hogy a város is erre majd felfigyel. A 2019-es sikerekre kocintottak kicsik és nagyok az évzárón. Az amatőr NB1 zöld csoportjában szereplő gárda harmadik helyen telel, míg a kadettek vezetik bajnokságuk nyugati csoportját. Én nagyon meg vagyok elégedve a szezonban nyújtott eddigi teljesítményünkkel. Ugye Fújsz Viktória visszatért a csapathoz, így lett egy húzó emberünk még, aki segíti a csapatot. Voltak jó meccseink, például a TFL-en, ahol sajnos egy ponttal végül kikaptunk, de attól függetlenül nagyon jók voltunk szerintem. Csapatmunka volt az egész. A vadmacskák játékosai nem sokat pihenhetnek, hiszen szombaton már Nyíregyházán játszik NB1-es bajnokit a csapat. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Petőfi ünnep. Az 1823. január 1-én született költőre emlékeztek tegnap az ő alakját is megformázó emlékműnél. Az esemény résztvevői a lengyel nagykövet üzenetét is megismerhették. Szilveszter. Vendéglátóhelyeken, könyvtári batyusbálban és a főtéren is sokan búcsúztatták az új évet. Edzőcipő az év utolsó napján. A futóklub tagjai csótókörökkel köszöntek el 2019-től. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 2-án csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!